Több mint 87 ezer embert lát el a Felső-Szabolcsi Kórház, amely központi szerepet tölt be a térségben. Az intézmény azon kevés kórház közé tartozik, amelynek nincsenek elmaradt szállítói tartozásai vagy éppen likviditási gondjai. Most egy uniós projektnek köszönhetően intenzív osztályt, központi műtőt, sterilizálót magába foglaló új központi technológiai tömböt építenek, és komfortosabb környezetbe, a régi hotel épületébe került a központosított járóbeteg szakellátás. Jelenleg a járóbeteg szakrendelők átadása megtörténik, szakrendelőben már 10 rendelőben normális körülmények között viszonylag a mai kor követelményeinek megfelelően tudjuk fogadni a betegeinket, az eddigi zsúfolt elhelyezésekkel szemben, valamint a radiológia is átadásra került. A projekt sajtótájékoztatóján elhangzott, Kisvárdán az elmúlt időszakban közel 9,6 milliárd forint pályázati forrás érkezett. A Felső-Szabolcsi Kórház több elemből álló beruházása szintén hozzájárul a város és a térségben élők egészségügyi színvonalának növekedéséhez. Kisvárdát büszkeséggel tölti el, hogy ekkora beruházás megvalósul 3,5 milliárd forintból. Egy korszerű létesítmény épül, egy korszerű technológiai tömb, ahol a betegek kiszolgálása, az kell, hogy mondjam, európai szintű lesz. Kisvárda büszke arra, hogy a kórház továbbra is központi szerepet tölt be a térségben, fejlődik, folyamatos projektek indulnak, úgyhogy csak attól tudok a kórháznak. A több mint 600 férőhelyel és ebből közel 400 aktív ágyjal rendelkező egészségügyi intézmény beruházása az év végéig fejeződik be. A kórház következő projektjében 1200 napelemet helyeznek üzembe, amelyel a létesítmény energiafelhasználásának 25%-át tudják majd biztosítani.